75 ezer új fertőzéses esetet jelentettek be az Egyesült Királyságban, amelynek egy részét nagy valószínűséggel a Kraken hivatalos nevén XBB.1.5 okozott. A Zanger intézet szerint ez a vírusvariáns felel az újonnan diagnosztizált fertőzéses esetek több mint 50%-áért. A Kraken hasonló, mint az Omikron, amely az Egyesült Királyságban augusztus óta van jelen. Nem lehet vírusoknál kiszámítani a viselkedésüket, ahogy beütött ez a COVID-19 fertőzés, és hát végig söpört a világon rengeteg halálos áldozattal, súlyos kórházi esetekkel. Ez a koronavírus, ez változatlanul létezik, terjed. Hallottuk ugye, hogy most Kínában elengedték egy kicsit a rendszabályokat, és milyen sok fertőzött, illetve akár halott is lehetett ennek a következménye, és ezek a vírusok mindig változnak. A változékonyságokat előre nem lehet kiszámítani, tehát biztos, hogy folyamatosan jelen lesznek. Az, hogy milyen súlyosságú betegséget okoznak, ez a teljesen bizonytalan dolog. Az viszont úgy gondolom nagyon fontos, hogy a védekezést változatlanul fönn kell tartani ellene, tehát aki csak teheti a harmadik, illetve negyedik koronavírus elleni védőoltást, adassa be magának, és várhatóan az elkövetkezendő években, ahogy ez a influenza vírus esetében is van, föltétlenül szükséges lesz, hogy ezt is főleg a veszélyeztetett 60 év feletti korosztálynak, és hát a krónikus betegségben szenvedőknek beadassuk, és hozzá kéne szokjunk. Úgy gondolom, hogy ezekben a fertőzéses időkben, a tömegközlekedésben, a bevásárlóközpontokban, ahol többen összejönnek, használjuk a maszkot, mert ezzel hát magunkat is, de a környezetünket is védeni tudjuk. A tünetek közé tartozik az orrfolyás, a fejfájás, a fáradtság, a tüsszögés, valamint a torokfájás is. Már a karácsony előtti időszakban is megnövekedtek a légúti fertőzések tüneteivel jelentkező betegek száma. Ez várhatóan most is folytatódni fog, az iskola kezdés általában megnöveli a terjedő vírusfertőzéseket. Ugye az elmúlt időszakban a nálunk jelentkező betegek körülbelül 10%-ának voltak ilyen tünetei, tehát ugye 300-ból 30 hetente, ami azért elég nagy szám, főleg, hogyha úgy gondoljuk, hogy ez csak a jéghegy csúcsa. Influenza-szerű tünetekkel is jelentkeztek már hetente egy-két beteg, illetve koronavírus fertőzéssel is sikerült akár itt teszteléssel kimutatni, vagy saját maga tesztelte. Az elmúlt évben azért jóval nagyobb számban voltak kimutatott koronavírussal fertőzött betegek. Úgy gondolom, hogy most is nagyon sokan vannak, de hál' Istennek nagyon enyhe tünetekkel zajlik ez a koronavírus fertőzés. Sokan esetleg szinte tünetek nélkül átesnek újból és újból rajta, vagy pedig hát nagyon enyhe tünetek, még esetleg láza sincsen, csak egy torokfájás, elhúzódó köhögés mondjuk a gyanút fölveti ezzel kapcsolatban. Változatlanul elég sok beteg jelentkezik ilyen panaszokkal. Több szakértő is állítja, hogy az XBB.1.5 számos mutációjának köszönhetően könnyebben képes kötődni az emberi test sejtjeihez, mint bármely korábban felfedezett variáns. A Krakent már 74 országban fedezték fel világszerte, az Egyesült Királyságban, Kínában, Indiában, az Egyesült Államokban, Ausztráliában és Pakisztánban is terjed.